Az államilag támogatott helyekre való bejutási rendszerhez hasonló, tandíjmentes képzést kínál a Kodolányi János Főiskola. A különbség csak annyi, hogy az államnak ehhez a hallgatóknak szóló kedvezményhez semmi köze. A főiskola saját maga finanszírozza diákjai tanulmányait. Tandíj fizetése nélkül is lehet diplomát szerezni, így döntött az intézmény rektori tanácsa. Egyre szűkül az állami finanszírozás mértéke. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akár az államilag finanszírozott helyek minimum pont határánál alacsonyabb pontszámmal is be lehet majd jutni az ingyenes helyekre. A felvett hallgatók közül a legmagasabb pontszámmal bekerülőknek nem kell majd költségtérítési díjat fizetniük. A diákoknak nem kell aláírniuk a röghöz kötő hallgatói szerződést, és a tandíjmentes helyek, a nappal is hallgatók mellett a levelező és a távoktatásos képzési formát választóknak is elérhetőek lesznek, és a képzés teljes időtartamára járnak majd. Én számokat nem szívesen mondok, de valahol egy ilyen 5 és 15 százalék közötti lesz szakonként a finanszírozott létszám. De még egyszer mondom, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindegyik szakon ugyanannyi embert fogunk. Ez nyilván a teljesítményektől függ. Az iskola hallgatói önkormányzatának vezetője is részt vett az egyeztetésekben. Mint mondja, ma már nem azt nézik a diákok, milyen színvonalú a választott képzés, hanem azt, mennyibe kerül. A tandíjmentesség, mint hívószó, sajnos ez a sikeres kampány, ahogyan, tehát ezt nem lehet másképp kifejezni. Bízom benne, hogy a hallgatókat jobb belátásra bírja, és nem csak az fogja, nem csak az lesz a mérvadó, hogy az állam hova ad támogatást, ezzel egy ilyen irányt mutatva, hogy hova menjenek tovább tanulni, hanem jönnek oda is olyan egyetemekre, főiskolákra, amit az állam nem preferál, viszont a főiskola ugyanúgy kiváló. A tandíjmentes helyeket részben saját forrásból finanszírozza majd a főiskola, de szeretnének gazdasági szereplők bevonásával is pénzt előteremteni. A támogatásért cserébe az iskola bizonyos szakirányok tananyagát a finanszírozó cég igényeihez igazítva állítja majd össze.